Fergeteges, félelmetes parád és nehezen leírható hangulatban kezdődött az osztrák liga történetének első fehérvári döntő mérkőzése. A körülmények méltóak voltak a téthez és a csapatok harci kedve is, de az első gólra a 12. percig kellett várni. Akkor az addig inkább védekező Fehérvár villant, Kuralt játszotta meg Hárit, aki klasszisához méltón fejezte be az akciót. Természetesen nem hagyta magát az Salzburg, és bár voltak fehérvári helyzetek is, a következő gólt a vendégek ütötték. Az első harmad hajrájában Brennan lopta közelebb magát a kapuhoz, és nagy góllal egyenlített, majd nem túl szimpatikusan a hazai kispadot provokálva ünnepelt, amiért fegyelmi büntetést kapott. Támadólag lépett fel a második harmad elején a volán, és nem egészen 3 perc játék után újfent vezetést szerzett. Ki más, mint Hári révén, aki a Villach elleni párharcot is beleszámítva zsinórban harmadik gólját ütötte hazai jégen úgy, hogy közben másik csapattárs nem tudott betalálni. De nem tartott sokáig az újabb vezetés, jött egy fehérvári kiállítás, és megint egyenlített az Salzburg, Schneider lőtt éles szögből Tironen kapujába, a rájátszásban még veretlen vendégek ezzel jelezték, hogy nem lehet őket megrogyasztani, legyen bármilyen fergeteges is a hangulat a csarnokban. Újabb 3 perc elteltével pedig már vezettek is az osztrákok, egyik legjobbjuk Lebler használta ki, hogy átcsúszott a korong a fehérváriak finn kapusának lábai között. Először került hátrányba a meccsen a volán, és ebben a játékrészben már nem is sikerült egyenlítenie. Egyre keményebb lett a meccs, sok volt a kiállítás, és 6 perccel a vége előtt ezekből egyet végre kihasználta Hidrófehérvár AV19. Egy kettős után egy szimpla forban fárasztották az ellenfelet, végül Petán bombázott a rövid felsőbe, kiegyenlítve az állást. De sajnos csak 1 percig volt döntetlen, akkor Lebler ismét villant, bár második góljához kellett Tironen is, aki a nem túl erős lövésnél nem volt a helyzet magaslatán. A potyagól pedig eldöntötte a meccset, mert a volánnak le kellett vinnie a kapusát, ezt pedig hamar kihasználta az Salzburg, és Schneider üres kapus találatával végül 5-3-ra nyert. Ez is szoros volt, akár az első meccs, de már 2-0-ra vezet a döntőben az Salzburg. Legközelebb szombaton hazai pályán fogadják a Fehérvárt, a Raktár utcában pedig hétfőn találkoznak újra a csapatok.